Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma zenélni fogunk, ígérem önöknek, méghozzá egy olyan vendégem lesz, akinek a munkássága nagyon-nagyon fontos nekünk, hiszen itt van velünk Gájer Ferenc, a Budapest Ragtime Band zenekarvezetője, a Magyar Jazz Szövetség elnökségi tagja, a Magyar Köztársaság ezüst érdem keresztjével kitüntetett Máté Péter díjas bőgős. Tisztelettel köszöntelek, szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Soprontól fogunk indulni, és eljutunk egészen a mostani pillanatokig a munkásságod teljes ívét próbáljuk bemutatni. Először azonban játszunk egy kicsit, nézzük meg a Budapest Ragtime Band egy nagyszerű felvételét. Kérem szépen, tehát a Big Fat Mamát hallottuk. Igen. Viszont nekünk most az a dolgunk, hogy egy kicsit evezzünk a mélyre. Menjünk el a múltba, induljunk el Sopronban, ahol Klavszky Henrikről kell, hogy beszéljünk, hiszen ő fedezett fel téged a mának, és azt hiszem, hogy ez egy remek út, hiszen azóta is itt vagy velünk. Igen, én soproni származású vagyok, ott éltem 18 éves koromig, és de nagyon büszke vagyok, mert ez egy olyan millió volt akkor, ugye az osztrák határ közelsége, rengeteg jazz tudtunk hallgatni, zenét, ami az osztrák televízióban és az osztrák rádióban hát hallható volt, és mint fiatal gyerek, hallgatva popzeneket, mi is zenekart alakítottunk, én lettem a bassgitáros, tehát nyilván
vágyam volt arra, hogy képezzem magamat, és a soproni zeneiskolába bementem, és mondtam, hogy én bőgőt szeretnék tanulni, és akkor egy nagyon híres bőgő tanár volt, a Klavszky Henrik úr, aki a Salzburgi Zeneakadémiára járt, és a Montág Imrének, aki a nagyszerű bőgő iskolát írta, annak volt a barátja, és azt mondta, na, ilyen szép, nagy, magas fiú kell a bőgősöknek. És onnantól kezdve lettem bőgős, persze akkor még nem voltam ilyen termetes, de magasságom meg volt hozzá. Így lettem aztán nagy bőgős, és így. Igen, hát a nagy bőgő érdekes hangszer bizonyos értelemben, hiszen mindig a háttérben van. Viszont nagyon is jól tudjuk, hogy kicsit olyan, mint a basszusgitár, hogy nagy bőgő nélkül viszont nincsen zenekar. Nincsen jazz zenekar, nincs szimfonikus zenekar, tehát nagyon-nagyon fontos. Igen, nagyon ritka az olyan formáció, amiben nincs bőgő, és úgy szokták mondani a zenészek, hogy a bőgő, a basszus a zenének az alapja. És nem csak úgy mondják, hanem így is van. Érettségi után azonban általában, ha valaki elkezd valamit, akkor helyes, ha végigviszi. Nyilván, ha tehetség és a szorgalom kézen fogva jár, akkor ez nem is lehet kérdéses. Ez nálad is így volt, hiszen Pécsre vezetett az utad, a műszaki főiskolára, és azért folytatódott a zenei karriered is. Igen, ott a szüleim, ennek az a történet, hogy a szüleim nem akarták, hogy zenész legyek, vagy nem szerették volna, és ezért felvételiztem a Pécsi Műszaki Főiskolára, ahol felvettek, és ott elkezdtem a tanulmányaimat, de hát a zene volt a mindenem, és nem akartam a bőgőt, ami már elég jól haladtam előre a bőgő tanulásban, és nem akartam ezt abbahagyni, és ott a szakiskolában a szakmai tagozatra beiratkoztam, ami azt jelenti, hogy középfokú, de nem kell, mert ugye érettségim meg volt, csak zenei tárgyakat végeztem, és az 2 évig tartott, ezt elvégeztem, közben ott hagytam a műszakit, mert akkor már nem érdekelt, ha bár még jó dolgozatot írtam mérnöki fizikából, 4-est, ami nem olyan rossz, egy főiskolán, és akkor utána jöttem el Fehérvárra, Székesfehérvárra. Bizonyos volt, hogy ez lesz az utad? Igen, én ezt tudatosan csináltam. Habár egy ilyen fiatal embernek nem biztos, hogy 100%-os tudatos, amit tesz, de nyilván az érzelmek is hozzájárultak, és a zene és a jazz fele való vonzódásom ezt mindenféleképpen. Ezt most nem tudom 100%-ban megmondani, hogy mennyi volt tudatos és mennyi volt érzelmi dolog. A székesfehérvári időszak az rendkívül fontos volt. Ezt Márkus Jóskától is tudjuk, ami nagyszerű barátunktól, aki az ő könyvében az internet jazztől a Dr. Jazzig mindig azt hiszem, hogy nála pontosabban senki nem írta le, hogy mi minden történt a székesfehérvári és általában a jazz életben Magyarországon. Tehát azt az időszakot hűen tükrözi. És hát értelemszerűen természetesen benne vagytok, a Pleszkán-Gájer duó és a későbbiek is. Mennyit jelentett a pályafutásodban a találkozás Pleszkánnal? Hát nagyon sokat, mindent. Rengeteget tanultam tőle. Ugye azt tudni kell, hogy én amikor Pécsre eljöttem, akkor már 100%-osan a jazz fele fordultam, és volt egy előkészítő Budapesten a Postás Zeneiskola, muszáj ezt elmondanom, mert így áll össze a történet, és mivel Fehérváron hallottam, hogy rendkívüli jó jazz élet van, tehát foglalkozások, koncertek, játszási lehetőségek, tehát megmutathatod magadat, ezért ide jöttem dolgozni az antikváriumba, ami egy külön téma, mert szerintem azt a fajta kultúrához való vonzódást, szeretetet, azt ott meg tudtam kapni, ráadásul ez egy zeneműbolt is volt, ahol aztán rengeteg zenét tudtam hallgatni. Ott dolgoztam, és a Márkus, már említett Márkus Jóskánál laktam, és nem volt vége 6 órakor az életnek, mert utána hazamentünk, gyakoroltunk, lemezeket elemeztünk, és így tovább. És a Pleszkán Frigyest itt ismertem meg, mert ugye akkor rengeteg zenész megfordult a székesfehérvári jazz klubban, mert az egy példaértékű jazz klub volt a 70-es évek. Azt hiszem 70-től kezdődött, de ez olyan 76-ra datálódik az én történetem. Igen. Tehát a Frici az egy különleges adottságú zseni volt. A magyar jazz életnek egy kicsit
nem azt a pályát futotta be talán, ami talán őt predesztinálta, de nagyon sokat köszönhetek neki, és egy nagyon jó srác volt, és egy nagyon jó barát. Igen, hát az idekerülésed is eleve elrendelés volt ilyen értelemben, hiszen, lehet. Hiszen ez volt az alap. Plusz még akkor itt volt a Jazz GT. Igen, igen. Tehát Muksó. Mukferit ugye nem felejtjük, igen. Hiszen az a csapat is megteremtette annak a lehetőségét, hogy egy olyan műfajt megszokjanak és megszeressenek a fehérváriak, ami akkor újdonság volt. Igen, a Mukferivel itt ismerkedtem meg, és akkor ő is a, pontosabban itt is, meg talán a postásba is, mert ő is a postásba járt előkészítőbe, és még a Tibor Civán, a Horváth Péter, aki aztán külföldre, hát akkor még diszidált, úgy mondják, ugye most már ezt másképp mondják, és ma már a nemzetközi jazz életnek egy meghatározó egyénisége. Legutóbb Brassóba találkoztam vele, a Viktor Béli zenekarba zongorázott. Na, az volt az első Jazz GT, akikkel megnyertünk ilyen amatőr fesztiválokat, és minket szponzorált, mai szóval így mondják, de támogatott a művelődési ház, a Velinszky László, jól mondom, művelődési igen, ház. Igen, akkor még Velinszky volt, így van. Tudod, ki volt a Velinszky László? Hogyne. Jó, bocsánat, nem akartam. Én is tudom, mert mielőtt tegnap megnéztem, hogy ő ki volt. Na mindegy, és most már nem így hívják, hanem Szabad Művelődési Háza, és akkor mindnyájunkat felvettek a jazz tanszakra, de a Péter elment, meg az Iván is, és akkor átalakult a Jazz GT, nem külön nevek, mint Gadó Gábor és Nédberger Ferenc, és a Szabó Feri dobos. És ez egy nagyon sokra hivatott zenekar volt, de aztán szétszóródott, mert mindenki, a Feri elment, a Nédberger Feri elment Berlinbe, a többiek elmentek más Lokomotív GT, és így tovább. De azok az évek nagyon jó, rengeteget jóba voltunk nagyon, rengeteget próbáltunk, rengeteget gyakoroltunk, és remélem, hogy rengeteget fejlődtünk. Ha már kimondtál két nevet, akkor tegyük hozzá többit, ugye tenor szaxofonon a Mukferi játszott, a Tibor Civán volt a nagy szaxofonos, M. Horváth Péter zongorázott, Héja Mátyás dobolt, igen. És te voltál a bőgős. Igen, és később jött a Schneeberger és a Gadó. Igen, és a Szabó Feri a és dobos. És a Szabó Feri. Igen. Tehát ez egy remek csapat volt. Tehát igen, amikor azt úgy mondtam, emlékszem. Hogy, igen, amikor ideje korán eldőlt a sorsod, mondom én, akkor ez nyilvánvaló, hogy ez az út nem rekedhet meg Székesfehérváron, függetlenül attól, hogy itt a Velinszky Ifjúság és Úttörőházban, ahogy pontosan igen, hívták. De szépen mondtad. Igen, hogy irány Pest, mert azért Pesten dőlnek el a dolgok. Igen, és ez szerintem még a mai napig így van, tehát a kultúrában, a politikában, az egyéb dolgokban ez egy centralizált ország, ugye Budapest. Mert nem akarok politizálni, de tudjuk régen, mert Kassa volt az egyik nagyvárad, a kulturális központ, de ezek már nem tartoznak Magyarországhoz. És hát mindenki Pestre törekedett, mert ott tudott tovább tanulni, ott voltak azok a lehetőségek. Mi fogadott Pesten? Hiszen befogadó városról van szó, nagyvárosról, ahol valamennyi zenei stílusnak lehet otthona. Én egy évig úgy jártam föl Velencéről, mert ezt nem mondtam, én itt ismertem meg a feleségemet Székesfehérváron, szegényem bejött vásárlóként az antikváriumban, és ez lett a veszte. Ez egy rossz poén volt természetesen, ma már három unokánk van, és vele vagyok a mai napig, és Velencén lakott ő, és onnan jártam föl az első évben, és utána pedig egy albérletbe mentünk, utána vettünk egy lakást. Jó volt nekem ilyen szempontból, mert már ott voltak azok a barátok, akikkel a jazzgétések, a Mukferi, stb. Tehát egy olyan osztályba jártam, ahol nagyon jól éreztem magam, meg talán a közeg is egy kicsit más volt, mint most. Tehát Pleszkán megmaradt a baráti körödben, Mukferiék nem különben, viszont számtalan formációban megfordultál. Mi az, ami segített abban, hogy mindenütt otthon érezd magad? Tehát a stílustól függetlenül bőgősként. Hát az, hogy mindent meg szerettem volna tanulni, és minden olyan dologra, amit nem tudtam, vagy nem nagyon játszottam még olyat, azt arra felkészültem, és próbáltam úgy viszonyulni ahhoz a Garai Attilához, vagy ahhoz az ikonhoz, aki elhívott engemet, hogy megfeleljek neki, és jó barátságba. Kerestem a békét, vagy hogy mondják ezt, tehát ők is megkedveltek talán reményeim szerint, és segítettek mindenben, hogy
velük együtt tudjak jól úgy dolgozni és játszani. A 80-as évek hozhatta meg az áttörést, hiszen ha itt a felsorolás szintjén a műsor végéig tartana, ha elmondanám azoknak a remek zenekaroknak és rangos zenészeknek a nevét, de a Martini Lajostól Veszeli Ernőig, ha úgy tetszik, igen, mindenki szerepel ebben, de egy valaki megmaradt, Preszkán Frigyes. Igen, igen, ő vele haláláig dolgoztam, és halála 11-be bekövetkezett halála, remélem jól mondom, előtte csináltunk még egy lemez. Tehát ugye ő sokat nem volt Magyarországon, külföldön dolgozott sokat, de amikor hazajött, akkor mindig próbáltunk koncerteket csinálni, összejártunk, csináltunk egy filmet, vagyis csináltak egy filmet, amiben részt veszek szintén, és hát ez a lemez. Ő nagy barátom volt, igen. Mi volt az áttörés a pályafutásodban? Például, ha azt mondjuk, hogy a Ragtime-ot, ugye Budapest Ragtime-ben hozta létre 1980-ban megalakulás, akkor addig még csak Ragtime-ot játszó zenekar nem volt Magyarországon. Nem. Tehát az önmagában áttörés, csak akkor még nem volt ott. Igen. Mitől különleges ez a műfaj? Hallottuk, hogy fantasztikus. Igen, igen. Hát, hogy attól volt különleges, hogy nem nagyon ismerték még. És ezt ha a Ragtime-ot nézzük, az egy jazz elődje volt, tehát a jazznek az egyik gyökere. De most már be lehet rakni a tradicionális jazz műfajában, és akkor még a tradicionális jazzt amatőrök játszották első, tehát nem szóltak ugye hangszerek, sok gigszerekkel, egy ilyen amatőr, amare szeretni. Tehát egy igazi, hogy mondják, ilyen buli zenekarok voltak, jól érezték magukat, és nem is ebből éltek. De a Budapest Ragtime Band mindenki profi zenészként vész, és nagyon jó aranzsok, és nagyon jó hangszerelések voltak, és nagyon jól szóltak a hangszerek, és azzal a precizitással, az alázattal játszottuk ezt a műfajt, amit máshol a nagyvilágban nem. Rengeteg helyen jártunk, és tényleg Amerikában nagyon sokszor mexikói turné volt, és talán nincs is olyan jazzklub Európában, ahol nem fordultunk volna meg. Voltunk a berlini Philharmoniában, ami a klasszikus zenének egy ikonikus helyszíne. Ez a zenekarnak ez volt az áttörése. Én a személy szerint az áttörésem pedig az, hogy Garai Attila elhívott, és utána nagyon sokan elhívtak muzsikálni. Hát így nem gondoltam vissza, hogy mi volt az a pont, hogy az az áttörés. Ez egy ilyen kis folyamat volt, és egyszer csak ott találtam magamat, hogy rengeteg emberrel és rengeteg produkcióban ennek részt vettem. Ennek a 35 esztendeje. Emlékszel arra, hogy melyik volt az első gondolatod, amikor meginvitáltak ebbe a csapatba? A Ragtime-ba? Igen. Hiszen ez egy fontos pillanat volt, így visszamenőleg egy emberöltönyi távolságból. Már ismertem őket, és a pontos története az volt, hogy ők akartak egy kicsit a jazz fele nyitni, tehát jobban a modernebb, a mainstream, nem is a modern, a mainstream jazz felé, és ezért olyan ritmus szekciót akartak találni, akik jobb a jazzből jöttek. És ez volt az a pillanat. De ismertem őket, nem volt, tehát előtte már ismertem őket, személy szerint, és nem volt olyan nagyon nehéz beintegrálódni ebbe a zenekarba. Persze az ember megtanulta a dolgait, és próbáltunk sokat, és próbált megfelelni. 1990-ben ugye a zenekar vezetője lettél, az igen, már most pontosan az idén 30 esztendeje, úgyhogy örülök ennek a nagyszerű évfordulónak. Mennyit kellett változnotok? Hiszen 1990-től kinyílt a világ, én azt gondolom, a rendszerváltás után, bár én azt hiszem, hogy a zenekart ez ilyen értelemben nem érintette mélyen, hiszen már előtte is tudtatok utazni, hiszen számtalan meghívásnak tettetek eleget. De mennyit változott a világ? Hogyan lehetett megtartani, hiszen utána jöttek a sikerek még hozzá Csőstől, ha úgy tetszik? Én úgy gondolom, hogy a rendszerváltás nyilván megnyitotta a lehetőségeket sok zenekar számára, és sok országból özönlöttek a zenekarok. De a Budapest Ragtime Band akkor ezt még nem érezte meg, mert valami különleges dolgot csinált, és utána is még jártunk Amerikába. Tehát
Tehát jártunk sok helyre, külföldre. Az a minőség, meg az az érdekes dolog, amit mi csináltunk, az még akkor is ült. Talán jóval később lett az, hogy rengeteg produkció van manapság a világban. Ezt most nem tudom visszamenőleg megmondani, hogy honnan datálódik, de talán ez a műfaj sem annyira népszerű, de nem tudom ezt pontosan megfejteni, sokat beszélgetünk erről, rengetegféle fajta zene van, keverednek, és így tovább. Nem tudom ezt megmondani, hova tart, merre tart a jazz, merre tart ez a könnyű műfaj, valamerre tart. De ti megmaradtatok az alapoknál, és ahhoz ragaszkodtok is. Ez így van. Hol tart ma a zenekar? Hát tehát nem stílusban, hiszen azt látjuk, hogy a sikerek ugyanúgy megmaradnak, ugyanúgy tudjátok továbbvinni, ugyanúgy tudtok koncertezni, külföldre járni, de nyilván egy kicsit változott a világ. Igen, ezt nagyon jól mondod, pontosan változott a világ. Nincs olyan, hogy hetente járunk Németországba, de járunk. Angliai turné maradt el, kínai turné maradt el, német fesztiválokra hívnak még ugyanúgy, de próbáljuk megtartani azt a precizitást, azt a zenei hűséget, zenei stílust, amit elterveztünk akkor, vagy elterveztek az ősök. Természetesen tagcserék is voltak, és minden tag hoz egy pici változást a zenekarba. Igen, ezt szerettem volna megkérdezni, hogy tagcserénél mi az az alapvetés, amire kíváncsi vagy? Milyen mentalitású csapattagokat hívsz magad mellé? Hát nézd, volt már, amikor csalódtam, és most ez nem szakmai kérdés, hanem emberi kérdés. Bilányos. Tehát nagyon fontos egy ilyen együttlétben, egy ilyen zenekarosdiban, hogy jó emberek legyenek benne, az alap, hogy jó szakember legyen, tehát jó fújjon, vagy jó hegedűjön. Ez fél év után derül ki, vagy egy év után derül ki igazán, míg az, hogy mennyire tudunk alkalmazkodni egymáshoz. Volt, hogy fél év után mondtuk, hogy akkor nem megy, vagy ő mondta, hogy ő ezt képzelt el, de mindig megoldódott úgy a helyes irány fele ez az egész történet. Tehát most is ugyanazt az utat követitek, és ez így van rendjén, és hogy mennyire így van, most nézzünk meg még egy bejátszást, a Medreget meg fogjuk látni, mert hogy nem titok, amikor telefonáltunk egymással, hogy eljönnél Fehérvárra és beszélgethetnénk egyet, akkor küldtél nekünk dalokat is, és én meghallgattam mindet, most ez volt az egyik kedvencem. Egyet még mondhatok, mert igen. Ha már elcipeltem ezt, ez egy akkori, hogy milyen jazzklub élet volt Székesfehérváron, ez egy Jazz Info nevű kiadványok, tehát nyomtatott kiadványok is voltak akkor a 70-es, 80-as években. Bocsánat, ezt muszáj, ha már elhoztam. No, akkor most pedig nézzük meg a Medreget. Thank you.
Nos, ilyen egy medreg, egy eredeti, egyedi ragtime dal. Hát én köszönöm szépen, és bizakodóak vagyunk egyébként Vörös Tamással és Mics Gergővel, a Fehérvári Jazz Fesztivál atyaival beszélgettünk arról, hogy bár az idén sajnos bizonyosan nem lesz, de azért én bizakodó vagyok, hogy fogunk találkozni, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és biztos vagyok, hogy majd lesznek jó kis fesztiválok itt, mert ügyes fiúk a Tomiék. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Gájer Ferenc volt a vendégem, a Ragtime Band, Budapest Ragtime Band zenekarvezetője. Maradjanak továbbra is velem, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!